Csá! Csá! Sziasztok, srácok, pacsi mindenkinek! Közös játékra vagytok fönnszólítva. Mégpedig azért, mert World of Warshipinyózni fogunk testrészeim június 6-án streamben, élőben fogunk pörögni, töltsed le a játékot, link lesz a leírásban, ha most regisztrálnod testrészem, akkor a következő jutalmakat vághatod be a parzsebbe. Június 6 vasárnap, élőben, 200 dublons, 2 ship St. Louis-on Premium Ship Emden, 20 Restless Fire Camouflage, 2,5 millió credits, 7 Days Premium, 7 nap prémcsi testvérem. Szóval június 6-án streamelni fogjuk a játékot ellenetek, veletek, együtt, közben és mégis. Föl kell venni zsizimizit, bal fönt itt fityereg. Vedd föl a játékon belül, regisztrálj a linken keresztül vasárnap június. Szóval együtt fogunk játszani, srácok. Június 6-án vasárnap. Azt nem tudom, hogy hány órakor. Ez, hát nem is tudom, bassz meg. Ha, ki tudja. Ha. Valószínűleg az esti stream előtt vagy közben. Aki szereti a játékot, vagy szeretne együtt játszani, itt van az alkalom. Link a bidinyó leírás, bidinyós leírásos linkes kenyér. Ájri tarararra, ájri tarra, mindenki együtt tarararra. Álálálálálálálá. Ahó, Facebookosok. Álá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 l
Róka Porsche! Magyarország első debreceni rotyogtató gépes streamjén vagyunk. Hello mindenkinek, szevasztok! Kezdjük már! Márton, tudod mi történik a türelmetlenekkel? Pofán vannak baszva! Mikor hidegen indul a stílpűrész, vasárnap reggel mindannyian hallottuk már ezt a felpel sejlő és ismerős hangot, möszíta magát a fűkasza. Az úr is tolkált meg bassza. Ez tényleg az, tényleg az. Még érzem az illatát is, bazd meg, ahogy kéken püstöl, érted? Ahogy így pöppen két nagyot tudod. Elkapta az alapjáratot, most aztán reszkesen minden gaz, parlagfű és dudva a környékbe. Ez tényleg brutális pergető, mint? Van itt olyan, akinek nem állt föl a bassza? Valaki kapcsolja ki! Fogjatok le, baszd meg! Assz a kurva! Nem bírsz bele! Az viszont nagyon tetszik, hogy egyébként alapvetően lelkesítő a mű. Csináld, szedjet, szedjet. Tehát ott vagy valahol dolgozó, bazzik, ketté rúgod a biakolort, érted? Sziasztok, hello mindenkinek! Szevasztok! Nagyon rossz lenne ez a stream zene nélkül, nézzük meg. Szia uram! Szia uram! Nagyon rossz lenne zene nélkül! Még egy ilyen, azt beadom a Sputnikot alulról. Dobja pár szexi pozit? Hát, ha benyomják a lájkot. Sokkal jobban vagyok, köszönöm. Na, most együtt fogunk tesztelni valamit, amit már nagyon régóta, ez egy nagyon fontos, a stream életében ez egy nagyon fontos dolog. Testing your playback sound system. Működik. Egyik streamen se tesztelt még soha senki TimeSpeak-öt. Élő az adás? Jó napot kívánok! TimeSpeak-öt. Fővettem megint majdnem a színes pólómat, miután megláttam, hogy a kis angyalkám lebüpiszta a pólómat. De hát az úgy viselem, bazze, mint a büszkeség kokárdáját. Hónap lehet, hogy egy ekkora szarcsik lesz közé. Én fölveszem, ide lesz végig egy 70-es szarcsik a pólón közepén. Big game lesz ma. Faszomat fogjuk kikloppolni együtt, tehát szubaton lesz. És minden egyes ötös subgiftnél egy kloppolás a faszra.
Addig megy a játék, amíg akkora nem lesz, mint egy másfél kilós bécsi szelet. Mit szóltok? Benne vagytok? Na, RPC-t fogunk, srácok, ha minden igaz, és nem tudom még mivel fogunk játszani, de pöcsünket tuti! Undorítan agresszív csekszak van a csezel. Ez véletlen volt. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel jelentkeznék. Csigatenyésztő vagyok, bodzaszedő és szőlőtaposó szakmunkás. Köszönöm, hogy átadja a gépjárművet, ugyanis csigaszedési vészhelyzettel állunk szembe. Ú, de szépen leerpésztem, mi? Na, valaki írt egy e-mailt, bassz, meg majdnem hánytam. Balázs, kösz szépen az 50-et! Szevasz, Gyászkereszt Lajos! Hello! Hello, öreg! Édiko a hónaj kutyádban, tarts forrázom, majd megharapodik, milyen hónaj szőröd van te! Szevasz, Tégla! De nem akartam, hogy meglásd. Hát geci, ott már mi beköltöztek oda barjak, te gyászos. Hát milyen undorító vagy te? Mediterrán? Hát, most akartam levágni, mert holnap tudod, hova megyek? Na. Érettségi vizsga lesz. Pusztulj a szemben mellőtt, te túl tanult leszel ide, te gyász. Ki leszel hajítva? Holnap, ha nem buksz meg, soha többet nem szólok hozzád. Meg ne tudjam, hogy nem buksz meg holnap, mert véged van. Rendben. Te érettség is, geci. Tedd fel a kezed, mert én más vagyok, jobb, ha rám hagyod, majd én játszom veled. Ezt nektek énekeltem. Ne lelöködjél, te gyász! Te normális vagy, bazd meg, mit rángatod a kormány, te csöves? Tranyó, geci. Mit csinálsz, Lali? Mit csinálsz megint? Lali, geci. Normális vagy! Rakjuk ki! Elgeci! Ezt nem hiszem el, bazd, nem lehet közlekedni ebben a játékban. Ha sok alkoholt iszol, akkor alkoholista vagy. De ha sokat mész ki a teraszra, akkor teraszista vagy? Hát igen. Az életnek kérdései. Egyenes. Jobbra. Balra, egyenes. Igen, balra, egyenes. Balra. Jobbra. Egyenes. Jobbra, balra. Balra, jobbra. Szóval arról akartam veled beszélni itt, és most nagyon nagy bizalommal fordulok hozzá, és remélem, hogy nem kell csalódnom. Figyelj ide! A Joker azt mondta nekem az autóban, hogy nem meri neked bevallani, de szerelmes beléd. És úgy leszopna, hogy ketté hasadná. Azt mondta, mint egy parönk. Olyan parönk, amiben egy görcs is van? Azt mondja, hogy a görcsöt a pingponglabdát átszíja a slagon. Azt mondja. Azt mondja, olyan szívó ereje van, mint a fekete lyuknak. És ezt rajtad akarja kipróbálni. Ezt szívószálod? Át tudod szívni? De bassza... Figyelj ide! Hát nem ez a lényeg! Hallasz egyáltalán oda, mert van valaki? Az ostoba kurveget! Egyengetem itt a szerelmi életedet! Azt ez a hála. Hát de milyen szívószála vagy elfoglalva, geci van, majd amikor hazamegy az asszony, azt mondja, tanítja a gyereket, hogy egy alma meg egy alma, azt megkérdezi a gyerek, hogy Betty almát! Bazd meg, retardált vagy? Komolyan mondom, geci, olyan kuplungos vagy, hogy igazolást kéne neked nyomtatni. Szóval lenne olyan vastag, mint az egri csillagok. Ez most lehet, hogy furán fog hangzani. Nekem te jössz be. Mi? Lali! Figyelj ide! Nem bántalak! A szeretet nyelvén fogok beszélni, Rali. Figyelj csak ide! A svéd asztalra bemész, látod, hogy van pörkölt az asztalon. De te nem szereted a pörköltet. De van párizsis kenyér, azt viszont szereted. Passzoltok a párizsis kenyérrel, érted? Öreg, neked olyan szép párizsi hajat van. Nem csak a hajam párizsi, de ezt nem fogod megtapasztalni, te buzi vezér. De érted? Most akkor a Joker baszna velem. A Joker? Azt mondja, a helikopterbe pörögne rajtad. Azt mondta nekem. Csapágyas lenne a lyukad. Azt mondta. Én ezt most őszintén mondom, hát. Azt a karpiolpüledet tépkedjem 6 méteresre, ha nem igaz. Érted? De öreg, azt a szívemben mindig te fogsz nekem tetszeni. Jó van, kiszophatod a szívednek a passzát. Na, arról akartam veled beszélni, hogy a Lajos félrehívott engem. Rémisztő volt, megőrült teljesen a kocsiba. Kikerekedtek a szemei és elmondta, hogy el fog téged rabolni és meg fog baszni többszörösen. Nem bírja feldolgozni, hogy te elutasítottad őt, ezért ki fogja színi a lelkedet. Tankolni, miért nem állunk meg, öreg? Gyere! Álljunk meg tankolni! Az igen. Megállt tankolni.
Jóban mit nevetsz, Buzi Giulio? Ugorják a kocsiból, mert szemtelen voltál? Kurva szádat. Ez tényleg ki. Giulio, ne nézzél rám, mert pofán baszlak. Megmondtam. Ja, mit kell bámulni? Elmondom, mi van Lajosom. Érted? Jó. Arra kell törekedni mindig, hogy a legjobbat hoz ki magadból, bár veled jó kibaszott a természet, az alapanyag, az C-osztályú. Értesz? De ha megbukon az érettségin, azért nem kölered vágni, te tüdőfejű geci. Ha mindent beleadtál, de nem sikerült, hát jó van. Úgyis mindig történik valami, bassz meg. Ahogy gurul egy telehúgyozott Tesco szatyor, megtalálja a helyét. Érted? Hát te csöves. Persze, most te vagy az a telehúgyozott Tesco szatyor. Már egy picit, hogy gondolkodjak? Nem. Jó. Köszönöm. Milyen viccet? Na mondjad, bassz meg. Vin Diesel, porn, szaladó, meg faszom miért tudja mi. Miért hívják Elon Muskot Elonnak? Mert bejelentkezett Elon? Vagy mi? Hát nem, mert ez a neve. Hát miért hívnak úgy? Nézd meg közelről azt a falat, hol? Mert azt hallottam, hogy ott laknak hol? A hangyák a fugába. Fuga? Milyen? Ott látod? Nincs is... Sajnálom. Be kell, hogy jelentsem nektek. Én és ez a szexi, hosszú fő öreg úr összekötjük az életünket. Erigyél már a faszomba, te tudod, mivel kötöd össze a trapóházzal odakint a brand. Puszulj már innen, te gyászos. Hát egy rongyába szott... Ja, és ez csak az álca. Megbeszéltük, hogy mindenkinek azt fogja mondani, hogy... Puszulj már innen. De holnap lesz az esküvő. Semmilyen esküvő nem lesz itt, és most már kezd fölmenni az agyvizem. Megmondom őszintén, nehéz idők járnak, Pinát is régen láttam, de inkább megblankolom a faszomat. Egy szekercé van, ami ott van a Joker kezében, minthogy beléd tuszkoljam, te gyászos. Az a baj, beletörde még az is, de... Ajaj. Itt nem lesz semmiféle házasság, takarodj már a víz alá. Szagold meg az ujjamat, gyere. Na? Szagold. Fú. De mit fújok, tudod mi ez? Tudod mi ez? Még egyszer szagold meg. Közelebbről. Várjál. Meg is nyalhatod. Nyald meg. Én tudom, én ezt megmondom. Várjál. Nyald meg. Én ezt megmondom. Na tudod mi ez, Lali? Tudod mi ez? Szar! Baszd meg! Szar! Tudod honnan való ez a szar? Tudod honnan való? Lalika. Honnan? Innen-e. Látod ezt, Tethe? Most bekóstoltad, buzi gyerek. Milyen volt? Szóval, hogyha viszket a segget, a fél kezedet felnyomod? Figyelj, de van egy nagyon régi indiai közmondás. Aki viszkető seggel fekszik, büdös ujjal ébred. Kell tovább magyarázni? Nem. Na. De ezt az experience-et és tapasztalást, ezt most megtanultad. Most már fel fogod ismerni. Szagold meg még egyszer? Na, erről van szó. Erről van szó. Tüdőre, ne hagyd senki másnak. Ez a beszéd, Lalika. Látod? Már majdnem férfivel váltál, te kis buzi. Giulio, menj már a faszomba! Na, hát erről beszéltem. Meg... Rendes kacsázott, hát! Kacsázott! Hát a faszom vágjam bele! Mindig csinálja a feszültséget. El kell mondanom valamit neked. Tényleg a jövőből jöttem. És ismerem a te jövődet is, Joker. Bevallottad magadnak. És mindenkinek, hogy buzi vagy. Nem lehet azt! Én nem vagyok buzi öreg! Összenálltál a Lajossal, és kispogas Jokerek ugráltak állandóan a réten. Csoda! Azt kirágták az összes fát a világon. Te szógy! És ez van. Ezzel már ráhárad! Mi történt? Mi között van hozzá, Lali? Menjél már paszomba, Lali! Takarodj már innen, te gyász! Soha nem lesz a gyerekünk közös! Mi? Ez van. Mi? Menjél innen el! Ez van. Menj innen, Lali! Megyek. Ne sírjál, ne sírjál. Nem fog elfordulni, hát, nem fog. Izébe fogsz zúgozni. Dohánygyárba fogsz zúgozni. Há. Kajak a gyárba, le eddig te születtem, hogy a gyárba soron robotolok, basz meg, mi meg nem döglök. Így van, szárítod a nagy szimfóniát, a bezit lábasokat. Nem, basz meg!
Ez van. Neked is van ám jövőd, Julio. Mit csinál? Neked is van ám jövőd. Julio most lesz. Ne. Te tudod, mi leszel, Julio? Te izé akarsz majd lenni színész. Azt a legnagyobb szereped egy horrorfilmben lesz, ahol egy szart kell ábrázolnod, mesztelenül kell feküdnöd a háttérben statisztaként, hogy olyan legyél, akkora legyél, mint a mamut szart. Ez van. Ez baj. Á, mert mi? Úristen! Geci! Nem tiszteled a izéket. Hazudol. Hazudol, he. Itt van az öreg, a legjobb barátom, bossz meg. Így iga, így neked, iga. Neked meg majdnem az apád lehetne, érted? Ha tudja, nem bossza meg az anyádat, ha így van. Titeket, de ti nem tiszteltek engem. Na jó, gyere csak, Lali. Gyere. Gyere, figyelj, de nagyon komolyan akarok veled beszélni. Ezt még soha nem mondtam el neked. Mondja. De most őszintén. Látod azt a békát ottan? Igen. Én is. Érted? Ja. Szúrod, mit jelent? Hát... Bacon. Nem, tudod mit jelent? Mit jelent? Az, hogy jó a szemünk. Érted? És ezt tudod mit jelent? Igen. Hogy viselkedj, hogy ez így is maradjon, buzi gyerek! Mert kinyomom a gecibe! Nem bírsz a picsáddal? Milyen tiszteletekről beszélsz? Ha? Ha? Leálljál! Hát honnan vetted ezt az önbizalmat, te kis csöves? Ha? De nem vettem önbizalmat. Állj le! Behívjam anyádat! Behívjam! Ne, pusztulj a sarokba, oda menjél! Amíg nem szólok, ott maradsz! Felteszem ide a... Az igen, azt a minden. Műszerfalra. Hát de össze vagytok borúmva. Jó, van már, nem kell tudtam, én nem irigykedek, testvér, csak... Ebből a falatból te is kapsz. A te kapálózásod, Joker, itt már kezd gyanúvá válni. Mindig ellenkezően. Nem is, jól is álltok egymásnak, őszintén megmondom. Tudom, köszönöm szépen, ezt tudom nyújtani. Menj a kamion után. Úristen, egy darázs beszállt a fülkébe. Hallok valami zűrést. Ne, allergiás vagyok. Allergiás vagyok. Tere. Öreg, húzd le az ablakot, Lali! Le van, letekertem. Te volt a kamerás kivécske! Az kiment már? Kiment. Bazza, begyönnek a darazsak, vég a dalnak. Fődakadok, mint a izé cipó. Figyelj csak, átnyúlok rajtad, öreg, és elkezdem tekerni az ablakot a másik oldalon. Szépen tekerem az ablakot. Kicsit bejött a darás, he? Ne! Már ki, Lali, baszd meg! Itt fekszek a öregnek az ölébe, baszd meg! Várj! Hogy kibassza a számadat, a pénis, segítség! Várj, állj meg, Joker, ott van egy gyakor! Megvan! Tudod, fullt elébe egyenesen, leadjuk, azt mehetni! Rosszul is vagyok, annyit dolgok! Nem működik a pék! Ne! Mi? Azt a kurva! Hát kiakadt a pék, Bob, de he! Az Istenben bassza. Normálisak vagytok? Nem, már rámúlik a szar, Lali! A rák a fejed! Öreg, ráesett ablakodra! Ne! Érzem, hát! Olyan, mint egy mesztelen csiga, szóval porró égeti a homlokomat, hát! Nem a baleset itt a probléma, hanem a szar a homlokomon, buzi gyerek! Jézusom! Elvitt! A kóli baktérium a szarból belekerült a szervezetembe. A mérgező szar! Isten, öreg, jó vagy? Ó, nagyon rosszul fest. Lali, ez a te hibád. Látom, hogy fostad az öreget, és rosszul lett később. Ez egy jogosítvány alkalmassági? Jól látom? Az igen, az igen. Becsuktad, Giulio, becsuktad? Az igen. Na most fordulj meg háromszor, Toki. Fordulj, de háromszor, gyorsan meg. Forduljál, Giulio, hát mit? Olyan legyél, mint a centrifuga, addig keverjed a levegőt. Olyan, mint a keverőszár. Mint a csempe ragaszulba. Úgy, az gyorsabban, Judy! Gyorsabban! Elszépülök! Azaz, Geci! Tényleg becsukta a szemét! Jó. Nehogy kinyisd a szemed, Judy! Pörögjél, he! Mindjárt pörrepülsz! Úristen, ki az a helikopter? Jézusom! Egy helikopter! Azt a... Repülsz, Giulio! Kinyisd a szemed! Úristen! Pörögjél, te ventilátor! Assza kurva! Egyszerűen egy cirkuszba a helyen! Elgató! A nagy picsától ez nem megy el, hát! Na mondjad, mi van? Na, szóval, hát igazából sokat gondolkoztam. Ne ijeszgess már! Kettőnkön. Azt?
Hát hogy is mondjam, én tényleg, én tiszta szívemből szeretlek, én mindent megadok neked. Én a vasárnapi ebédet is megfőzném neked mindig, kitakarítanám a szaros picsáját is. Ezt nézd, inkább itt öngyilkos leszek a faszomba! Azt a kurva. Szia Johnny, ez a te kocsi? Szia. Aha. Egy. Figyelj ide, az előbb, ami történt, az véletlen volt. Ja, nem baj. Mert ezt is oda akartam a kurva anyádat. Te hopp, mit csináltál? Jaj, próbálj már. Pusztulsz! Junio! Ne baszakodj meg, kilőtted a kerekit, hát! Nyomorodjál ki! Pusztuljál innen, mert szétbaszlak. Na jó. Köszönöm. Az igen. Látod ezt a trükköt, csöves? Beszoktad. Jó, akkor hagyjad én. Na, hát srácok, kösz szépen, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon szépen kösz a csillagokat, a szubokat. Nagyon nagy karajok vagytok, és nagyon szépen kösz a lájkokat, meg minden. Csokiropi, szotyi, pacsi, smár és szerelem. Heli, hili, hili, huli, mili, fili.